Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kupák és érmek sorozata között ülünk itt, illetve különböző oklevelek között. Nem véletlenül, hiszen Zemplénben van két fiatal ember, akik erős ember, illetve erőemelő bajnokságokon indultak el az elmúlt esztendőben és idén is, és ott sikerült összegyűjteni nemzetközi, illetve hazai versenyeken ezt a rengeteg-rengeteg eredményt. Ezzel felhívva magukra a figyelmet az országos, a sportág országos viszonylatában is, és hát természetesen Zemplénben is, hiszen itt mi itt a Zemplén televízióban szeretjük bemutatni azokat az embereket, akik akár sportágban, akár más teljesítményben elértek valamit és öregbítik ennek a térségnek a hírnevét. Ez pedig rólatok azt gondolom, hogy abszolút el lehet mondani, hiszen itt a stúdió beszélgetés előtt, amit elmondtatok, valóban bejártátok az elmúlt évben az országot, ahol lehetett versenyeken elindultatok. Köszöntöm a stúdióban Dula Dávidot és Blaskó Szabolcsot, akik nem ismeretlenül jöttek be ide a Zemplén televízióban, hiszen ha a nézők emlékeznek rá, akkor tavaly májusban volt egy verseny Pálházán, majd kijavítotok, ha nem pontosan mondtam a hónapot, egy erőemelő bajnokságot szerveztetek helyi szinten, és előtte mi már készítettünk veletek interjúkat, hiszen akkor ott kezdtétek el az edzést. Egy kicsit arról, hogy mi a különbség erős ember, erőemelő bajnokság között. Az erőemelő bajnokságot már 2015-ben elkezdtük. Igazából a kettő között annyi a különbség, hogy az erőemelés az három fogásból áll, a guggolásból, a fekvenyomásból és a felhúzásból. Ezzel szemben az erős ember sport, ez körülbelül legalább 20 gyakorlatból áll. Egykezes nyomás, ugyanúgy felhúzás, lengősúlycipelés. Hát tényleg számos, szabadabban kivitelezhető gyakorlat, nincs olyan kötött szabályrendszer, mint egy erőemelő versenyen, és így hát teljesen másabb a két légkör. Arra emlékszem, hogy Pálházán arra figyeltetek, hogy ez minél látványosabb legyen. Voltak ezek a hatalmas vasból készült kofferek, óriási nagy traktorkerekek vagy teherautókerekeket gurítottatok. Tehát valami ilyesmire kell gondolni, ahogyha erős ember versenyre gondolunk? Igen, igazából le van fektetve körülbelül ennek a gyakorlatoknak, hogy milyen gyakorlatok vannak, ezek általában elő vannak írva. Igazából csak a súly, tömeg változik a versenyeken. A versenyszimulátor függően, igen, ilyen dolgok, kamionhúzás, vonathúzás, kőgolyó emelés, röntgnyomás, de egyik leghagyományosabb gyakorlat, koffercipelés, ezek a számok általában ezek szerepelnek az erős ember versenyeken. Ha arra gondolunk, hogy erős ember verseny, akkor talán a 90-es évek elején volt ennek óriási reneszánsza, és akkor sok az csatorna, illetve a főcsatorna és ezeket a versenyeket közvetítette. Talán innen ugorhat be a nézőknek, hogy ezek a versenyek. Nektek is valami ilyesmi indítatás volt, vagy csak egyszerűen szerettétek a testeteket építeni, és ott találtatok rá arra, hogy nektek ez a része jobban tetszik az erő emelésnek. Hát, nálam egy ilyen indítatás volt gyerekkoromban, nagyon sokat néztem a tévében az erős embereket, és azt gondoltam, hogy majd egyszer talán nekem is sikerülhet ilyen versenyeken részt vennem, és a vágyakat tettek, követték, aztán sikerült bejutnom ebbe a atmoszférába. Én igazából a legnagyobb indítatás az volt, hogy láthattuk a tévében a világ 10 legerősebb emberét minden éven, akit a szövetség kiválasztott, és így hát nekem nagyon megtetszett, mondom Dávidnak is, mert nekem is, hogy persze, ha nem is ilyen szintre, de legalább nemzetközi szintre fel tudjunk érni, és mert mutatni, hogy esetleg mit tudunk, mit összehozni. Hát Magyarországon a 90-es évek elején robbant be ez a sport Magyarországra, a Fekete László hozta be nálunk igazából, utána Darázs Ádám érte nagyon szép eredményeket, nála is versenyzünk, ő szervezi Magyarországon az erős ember bajnokságot és a bothúzó bajnokságot is, náluk szoktunk versenyezni. És hogyha visszatérünk erre, ahonnan mi még abba hagytuk talán ezt a beszélgetést, az Pálháza volt, és ugye már akkor is elmondtátok, hogy ezeket az eredményeket úgy lehet elérni, hogyha nagyon-nagyon sokat gyakoroltok. Tehát ez mit jelent napi szinten, heti szinten, milyen eszközökkel? Egy kicsit erről meséljetek már, miután áttérünk erre. Hát heti szinten egy 3-4 edzést jelent, ami egy ilyen 2-2,5-3 óra néha időtartamra gondolok, amit ugye előre össze szoktunk egyeztetni a munkáink miatt, és ugye ez göncön
történik, ott szoktunk edzeni, és mindig megbeszéljük éppen, hogy mi az aktuális. Ugye versenyre orientálódva, hogy mit is fogunk edzeni, mire kell jobban odafigyelni, hiányosságokat pótolni, egymást segítjük, ugye, hogy kinek mik a gyengébb számok, és akkor úgy próbáljuk felépíteni magát az edzést. Próbálunk úgy készülni, hogy általában egy pár hónappal a versenyt lehet tudni, hogy milyen számokra kell készülnünk, és úgymond erre fektetünk nagyobb hangsúlyt, de mellette azért a hagyományos gyakorlatokat folyamatosan próbáljuk gyakorolni. Hát igen, 3-4 alkalom, legalább 2-3 óra, ez hetente mindig megvan. Hát sajnos, mivel a saját magunkat szponzoráljuk, hétvégén is dolgozunk, így viszonylag elég nagy megterhelés jelent, de aki szereti csinálni, azt szakít rá időt, meg megpróbálja megoldani, hogy működjön. És ez azt is jelenti, hogy megmaradtak a hagyományos, most így fogalmazok, edző termi, tehát hogy mit eszel, milyen, most én gondolok itt a különböző étrendkiegészítők, tehát hogy erre is kell figyelni, vagy csak megmarad ez a naturális dolog abban, hogy sokat edzettek? Tehát egyre magasabb vagy nagyobb súlyakat emeltek? Versenyző függő, valaki nagyon odafigyel a táplálkozásra, és táplálék kiegészítőkre is. Én például nem. De igazából azt mondják, hogy a professzionális felkészülésnek egyik alapja az, hogy professzionális étrend és felkészülés is szükséges, tehát biztos nagyon sokat számít. Én azért próbálok erre odafigyelni, próbálok minél több húst tenni, úgy felépíteni, ahogy kellene. Persze, ahogy sikerül. Én szoktam táplálékkiegészítőket is használni, és hát tehát, meg a rengeteg hús. Igen, tehát hogy erősek maradjatok. És hát mindennek megalapozásaként végül is azt is elmondhatjuk, hogy az idei esztendő arról szólt, hogy minél több helyen kipróbáljátok magatokat, hiszen most fogalmazhatom úgy is, hogy evés közben jön meg az étvágy, és hogy minél több fele bemutatkozzatok innen Zemplénből. Ha sorra vesszük Pálháza után, hogy ki merre járt, merre mentetek, vagy mindig együtt, minden versenyen? Nagy részt együtt mentünk. Igen. Nagyon ritka volt, hogyha külön váltunk, az igazából csak munkai elfoglaltságok miatt történt. Kezdtük a Pálházi verseny után Pozsonyba, a Nyílt Szlovák bajnokságba. Ott szerepeltünk mind a ketten. Dávid bronzérmes lett felhúzásba, én ezüstérmes lettem felhúzásba. Ez egy emelő verseny volt. Itt 4 ország képviseltette magát, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. A magyar versenyző nagyon szép eredményeket értek el, szinte majdnem mindenki éremmel jött haza, sőt rengeteg győztes is volt. Itt a felhúzásban milyen súlyokat emeltetek meg, csak hogy elhangozzon ez is? Hát nekem 230 kilót sikerült a mínusz 90-es súlycsoportba, 240-et szerettem volna, de az nem jött össze sajnos. 260, 270 és 280 kilós súlyokra mentem ki ezen a versenyen. Tehát ez volt Pozsony, gyakorlatilag berobbantatok ebbe a nyílt bajnokságba, és akkor következett tovább? Utána volt szerencsén a magyar, ugyan ebben a erőemelő kategóriákban a magyar bajnokságon indultunk. Rekord létszámmal. Igen, több mint 500 nevező volt. Még hajnalban is versenyeztek szegény versenyzők. Két napon non-stop tartott a verseny. Itt én magyar bajnok lettem fekvenyomásban, sajnos felhúzásban nem tudtam végül is elindulni, de itt felhúzásban szerepel. Én meg felhúzásban 5. helyen végeztem egy nagyon erős mezőnyben. Hát végülis 500 nevező közül ott azért bőven volt igen szórás, gondolom, hogy kinek mi sikerül. És sokan külön fogásnevekben is indultak, tehát igazából valaki erőemelésben is indult, külön fekvenyomásban, külön guggolásban, külön felhúzásban. Szóval legalább 2000, úgymond 2000 induló, ha úgy veszünk, rengetegen sokféle dologban szerepeltek. A szerencsérő emelő bajnokság után maradtatok még így ebben a sportágban, vagy akkor már az erős ember bajnokságokon is el lehetett indulni? Az erőemelő versenyek javai lezajlott eddigre, és inkább nyáron az erős ember versenyek kerültek előtérben. Arra akartunk kitérni, hogy edzés szinten ugye megmaradtunk, de átnyergeltünk az erős ember sportba. Ehhez mi kellett, hogy újabb eszközöket készítsetek? Mert itt az elején azért azt nem mondtuk el, hogy már a Pálházi versenyre is ezek a különböző eszközök, mint a koffer, vagy ami itt látható előttünk, ezeket mind-mind ti készítettétek el. Igen, főleg Dávid. Hát nekem ez az egyik hobbim, ez a
szerkezet lakatos munkakör, és így az eszközök előállítása. Nagyon szeretem ezt csinálni, de ugye mindannyian hozzáteszünk ehhez, ki hogy anyagot, anyagilag, vagy bármilyen szinten, úgyhogy együtt vagyunk ebben is. Igazából a párházán mencső töredéke volt meg az eszközöknek, amik kellnek a felkészüléshez. Most már elmondhatjuk, hogy nem sok dolog hiányzik, de már legalább 20-25 dolog is a rendelkezésünkre áll, de tehát minden egyes eszköznél meg kell lenni egy bizonyos év tapasztalatnak, hogy technikailag is, meg erőben is hozzá lehet már akkor állni a dolgokhoz. Mit lehet elmondani az ország más részein, akik ilyen erős ember sportban vannak otthon hasonlóképpen? Tehát ez ilyen, mondhatjuk, hogy csináld magad sport? Igen. Nagy részben igen. És akkor ebben a sportágban milyen versenyek vannak Magyarországon? Itt ugye említetted, hogy azért maguk a rendezők is olyanok, akik nem csak Magyarországon, hanem külföldön is már megállták a helyüket. Tehát van tapasztalat. Nagyon jó a versenynaptár, nagyon színes is. Rengeteg nemzetközi versenyt is szoktunk rendezni. Emellett van külön Kelet-Magyarország legerősebb embere és Nyugat-Magyarország legerősebb embere, és Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország Herkules verseny, és van egy magyarországos döntő, aki a két ország két szegletében jutott legjobb versenyzők alkotják a 10 legjobb magyar versenyzőnek rendezett főversenyt. Igen, de ezen kívül is rengeteg kupa verseny, tehát rengeteg sorozat áll rendelkezésre, ahol lehet tapasztalatot gyűjteni, meg lehet próbálni kibontakozni. És abból a 10 emberből kerül ki Magyarország legerősebb ember. Igen. Most ki a Magyarország legerősebb embere? Hajnal Tamás. Hajnal Tamás. Ő egy többszörös. Már másodszor volt a magyar bajnok. Róla mit lehet elmondani? Tehát azt mondtátok, hogy azért ez a sportág még nem arról szól, hogy rengeteg szponzor és támogató áll mögötte, illetve hát nem tudom, hogy szövetség van-e erre. Persze. Tehát anyagi támogatásban ez mindenképpen saját indítatás, saját szponzoráció, aki dolgozik, az mint hobbi befekteti egy kicsit erre a pénzét is? A legjobb versenyzők már azért vannak támogatóik, de ettől függetlenül nekik is az hozzá kell tenni a dolgokhoz. Igazából aki megnyerne magyar bajnokságot, ő indulhat nemzetközi szinten Magyarországról. Ilyen erőnyér van ennek a dolognak. Ilyen babírokat ti esetleg szeretnétek, hogy ez már nagyon... Igen? Ez nagyon jó, ez egy cél. A célkitűzésben, hogy a erős ember magyar bajnokságon egyszer majd valamelyik dobogóra felállni. Igen, ja, Dávid a könnyűsúlyú magyar bajnokságot rögtön az első szezonjában meg is tudta nyerni, tehát mindenféleképpen pozitív. Tehát akkor végül is mondhatjuk, hogy mindketten magyar bajnokok vagytok így kiújt, tehát te a mínusz 95, vagy mínusz 90, tehát ez a könnyű súly, ez alatt már nincsen, ez a leg... Igen. És te pedig, mikor, melyikben plusz? Én magyar bajnokság, tehát erőemelő magyar, fekvenyó magyar bajnokságot tudtam ilyen erős emberbe, igazából még nem sikerült, mert amelyik súlycsoportban, igazából nincs súlycsoport amúgy. Tehát van egy könnyű súlyú magyar bajnokság, de igazából erős ember sportban nincsenek súlycsoport. Tehát mindenki azzal súlyjal megy, amivel rendelkezik. Lehet 70 kg, és lehet 180 kg is. Igazából egy súlycsoportban versenyeznek. Itt még nem sikerült sajnos, még a tapasztalat, meg a rutin hiányzik, de ahogy a 2016 inkább a tapasztalatok szerzésére volt jó, ugye 2017-ben szeretnénk bejutni a döntőbe, nagyon esetlegesen, de legalábbis a keleti selejtezőbe helyt állni. Egy jó eredményt szeretnénk elérni, aztán egy év múlva meg már megint előre. Mindent folyamatosan. Folyamatosan, tehát ahogy a lépcsőket szeretnénk kijárni. Lehetőség aztán... nyílik esetleg nem, nemzetközi versenyeken is erős ember versenyeken részt venni. Nem könnyű bejutni a legjobbak közé, de igazából az is adja meg a rangját ennek a dolognak, hogy az idő meg a munkát bele kell tenni, különben nem is tudna értékelni az ember, hogyha egy év alatt oda tudna jutni, de hát nagyon, annyi egyáltalán nem könnyű. Van talán, hogy nagyon céltudatosak vagyunk és kitartóak. Így van, ez a legfontosabb, én is azt gondolom, meg az, hogy megtapasztaljátok egy-egy versenyt, ahogy Szabolcs is mondta, hogy milyen egyáltalán, mire kell készülni. Pálházán, és mindig csak ugyanide tudok visszatérni, mi láttuk, hogy körülbelül milyen versenyszámok vannak, de hogyha most a legutóbbi a te esetedben, amit megnyertél, ott milyen versenyszámokra kell gondolni, hogy a nézők is tudják, hogy ott, hogyan mentek sorban. Úgy épült fel a verseny, hogy kezdtünk egy 100 kilós röntgnyomással, ismétlésre, földre visszatéve, egy perc alatt ki mennyit tudott nyomni, itt 4 ismétlést sikerült végrehajtanom. A második versenyszám az egy 350 kilós traktor gumi borítás volt,
Ott is ugye a magasabb ismétlés szám győzött, erre is egy perc volt adva. És harmadik versenyszám volt a súlypakolás, igen, majdnem összekevertem a sorrendet, a súlypakolás. Itt volt három nehéz tárgy, 100, 110 és 120 kilós súly, és 6 méterre fel kellett venni, és 6 méterre szépen elhordani, és akkor a legjobb idő nyert. A negyedik volt, az egy súlytartás volt, kétszer 11 kilós sörös hordót kellett így oldalra kitartani. Itt majdnem egy perccel megnyertem a versenyszámot. A negyedik versenyszám pedig egy ötödik volt? Igen. Egy pakolós szám volt, egy 114 kilós sziklát, aminek alig volt fogása, kellett átrakni egy állványon oda-vissza, minél többször. És hát igazából ugye ez egyrészt fizikálisan megterhelő, agyilag is nyilván, hiszen az ember mégiscsak egy versenyhelyzetben van, és hát pihenni sem, tehát gyakorlatilag annyi a pihenési idő, amíg a többiek egy-egy számban, vagy hogy párosban, vagy ki hogyan gondolom, tehát vannak versenyszámok, amit csak egyedül, és akkor úgy mérik az időt. Tehát ebben igazából gondolom, amikor edzettek, akkor is erre figyeltek oda, ugye? Hogy ezek meglegyenek így folyamatában. Hasonló jelleggel, tehát hasonló pihenőidőket próbálunk tartani. Igazából, perc. Igen, az erőnek a beosztása nagyon fontos. Tehát lehet megnyerni az első versenyszámot, de a másik négybe is be kell legalább a dolgóra kerülni. Igen, tehát nagyon sok rétű a dolog. De Dávidnak itt nagyon jól sikerült. Hát elég jó taktikával is készültünk, sikerült megvetni az egész mezőnyt. Nagyon ügyesen versenyzett, több számban is, tehát három számban is talán te lettél a legjobb. Igen, ez három szám győzelem volt, de azt hozzá kell tennem, hogy ugye ez csak úgy sikerült, hogy Szabolcs ott volt mellettem mindvégig biztatott, együtt készültünk, úgyhogy... De nagyon jó a társaság, szóval más versenyzők, ismert versenyzők is ott voltak velünk, és például rengetegen szurkoltak. Tehát akkor azt is lehet elmondani, hogy nyilván ellenfelek vagytok, de ebben a sportágban azért kialakul egyfajta barátság, tehát segítitek is egymást, hogy utána meg lehet beszélni, hogy nagyon, ki nagyon sok embert megismertünk, és nagyon jó ember. Nagyon jó viszony, azért is megyünk, vannak olyan versenyek, hogy a barátság miatt járunk vissza, baráti versenyek, még ez a majdnem minden verseny egy ilyen kis baráti találkozó, ahol általában a verseny után van egy kis vendéglátás, és ott órákat el tudunk beszélgetni még a verseny után a részletekről. Megemlítettétek már, hogy van ez a bothúzás, ami egyre népszerűbb. Beszéljünk már egy kicsit erről, hogy ez mit akar. Masked Wrestling néven szerepel ez a sport. Ez egy orosz népi sportág, Szibériából származik. 2014-ben, ha jól tudom, akkor alakult meg a világszövetség több mint 100 országban. Nem titkolt céljuk, hogy olimpiai sportok szeretnének ebből a sportból csinálni. Egy nagyon látványos sport. Kettő darab versenyző vív meg egymással. Vannak súlycsoportok. Van egy 2 méter széles deszka. Két bástyával le van zárva, ami 24 cm magas. 5 cm széles. Van egy 50 centis bot. Igazából a lényeg az egésznek, hogy a két versenyző egymással szemben ül, és egyszer széles, egyszer szűk fogással próbálja a másik versenytől elvenni a botot. Nagyon komoly. Vagy át kell húzni, vagy ki kell menni a kezébe. Fizikális erő szükséges hozzá. Igen, kettő darab győzelemmel lehet megnyerni a párharcot. És nagyon látványos. Tehát ez is igazából tényleg a nézőknek egy ilyen, majdnem, hogy egy ilyen Skander bajnoksághoz tudom hasonlítani. Igen, a legjobb olyan erős ember szám, ami lehet egymás ellen vívni. A Skander volt régebben, ilyen csak rendkívül sok sérülés volt. Igen. Nagyon erősek a versenyzők, és rengeteg sérülés volt, és igazából talán ez az egy olyan, amit egymás ellen tudnak csinálni a versenyt. Nagyon látványosan szeretik a nézők, rengeteg több ezer néző volt Oroszországban, világbajnokságon, és Magyarországon most 2 éve kezdték el, de már van egy világbajnoki bronzérmesünk, a Juhász Dominik, ő egy salgótarjani versenyző, úgyhogy most próbálunk az ő nyomába. Kint ilyen. Voltak Kazasztánban, ugye ott volt Kirgizisztánban volt a világbajnokság. Szibériában is volt Oroszországban egy verseny, és Amerikában is voltak. Darázs Ádám képviselte Magyarországot a szuper nehéz súlyba, Juhász Dominik pedig a mínusz 125-ös kategóriába. Neki az édesapja is bothúzó, a Juhász Csobi, ő is nemzetközi szinten nagyon jó versenyző, ismerte még Kis Tibor volt még VB 5. helyezett. Ez elég egy nagyon nagy eredmények, mert rengeteg versenyző volt. Hát igazából a világ egész tájára. A magyarok itt is az élbolyban vannak, igen. Igazából tapasztalat nélkül Oroszországban több, legalább 100 éve csinálják ezt a sportot.
de Amerikában is nagyon elkezdték, és de Magyarország is elég jó utoljára ahhoz, hogy szép eredményeket tudjunk elérni. És elképzelhető? Hát nyilván majdnem minden ilyen feltörekvő sportágra azt mondják, hogy az lenne az igazi, hogy olimpián szerepelne, mint egy fajta versenyszám, de hát ebben akár ráció is lehet, tehát ez azért komoly diplomáciai, sportdiplomáciai munka kell. Igen, igazából az Erős Ember Szövetség is nagyon segít ebben, de szerintem nagyon jó esélye van, mert nagyon látványos, nagyon szeretik a nézők, tehát a nemzetközi versenyeken nagyon jók a visszajelzések. És nagyon nagy hátszele van, úgyhogy nagyon valószínű, hogy előbb vagy utóbb, de... Mindenféleképpen fantáziát látnak benne, tehát én szerintem legalább 10 olyan sportág van az olimpián. Nagyon sok nézőt tud oda vonzani, úgyhogy igen, ebbe is. Mindenféleképpen be fog kerülni az olimpiai programba, igazából csak idő kérdése. És akkor ti is ebben szeretnétek idén most már ezt legyártottátok szintén, ezt a botot, és akkor... Igen, elkészült az igen, is. Igen, elkészült a pad is, és a bot is megvan. Méretre lelésztük. Szabi több versenyen indult ebben, eredményesebben szerepelt. Én eddig egy versenyen vagyok túl, de ő készít, együtt edzünk, és... De hol tudtok ti gyakorolni? Hát nyilván együtt azért elég nehezen tudom elképzelni ezt a fajta bothúzást például, tehát mondjuk Szabolcs neked ki lehet partner, vagy ez hogyan? A környéken nem nagyon van, de legutóbb például Szolnokra mentem egy nagyon jó barátomhoz, és ott az ő tenükbe húztam igazából mindenkivel, aki akart. Nagy a súlykülönbség Dávid is köztem, ettől függetlenül nagyon erős, de tehát sajnos a súly miatt nem tudunk túlságosan sokat gyakorolni tudunk, csak az eredmények azért általában egyhangúak, ettől függetlenül. Neki nagyon... Nekem hasznosabbak a közös meccsek, mint Szabolcsnak. Tehát ő 90 kilóval, én meg 161 kiló vagyok, tehát van egy minimális különbség köztünk. De ettől függetlenül szerintem a következő bothúzó versenyen nagyon nagy meglepetés fog okozni, ugyanúgy, mint a mínusz 95-ös könnyes hang. Igen, készülünk arra is, ami ez márciusában lesz Bátony. Ugye, a következő kiemelt kupa, a magyar bajnokság az múlt héten zajlott le, a bothúzó magyar bajnokság Látrányba, a Balaton partján. Ott voltam múlt héten, egy nagyon jó barátunk, ő meg is nyerte a mínusz 105-ös kategóriát. Én kicsit erős volt a sorsolásom, fogalmazunk így, sajnos 5. tudtam lenni a magyar bajnokságon. Nem volt rossz eredmény, de egy jobb sorsolással előbb tudtam volna kerülni. Sajnos hát nyilván a világbajnoki bronzérmes sportolóval kezdtem. De jó lett, jó, ez is jó tapasztalat. Fontos ez egyáltalán, hogy most 5. vagy 3. ez nektek még most ilyen fontos? Nagyon fontos. Igen? Nagyon fontos. Ösztönző. Én például a 5.-6. helyeimet is kiszoktam otthon a kis, van a pincébe egy kis termem, kiteszem, és ösztönzőleg hat rám, hogy legközelebb még sok jobbnak kell lenni. Hat, mint az első hely. Igen. Én azt gondolom, hogy fogunk még rólatok hallani idén, és nagyon remélem, hogy mondjuk a szezon közepe fele majd megint összejövünk, és itt elmondjátok a stúdióban, hogy milyen eredményeket értetek el. Persze a legjobb az lenne, ha ismét szerveznétek ide Zemplénben valami hasonló Erős Ember kupát, mert én azt gondolom, hogy jó lenne, vagy jó lehetőség egy kicsit ide is behozni ezt a sportágat. Vannak-e ilyen dédelgetek tervek, vagy ehhez nagy segítség is, több szponzor kell? Hogy látjátok? Terveink vannak, voltak is, és hát ha sikerülne megfelelő létszámú szponzort szereznünk, akkor nagyon szívesen megvalósítanánk egy nagyon színvonalas versenyt. Igen, mindenféleképpen szeretnénk, versenynaptár függő is, majd ha pontosan tudjuk az időpontokat és a verseny helyszíneket, akkor jobban tudunk már mi is gondolkodni, abban is lett tavasszal, nyáron vagy ősszel, de mindenféleképpen szeretnénk rendezni. Igazából, mivel az ország majdnem minden táján járunk, eléggé felemészti az anyagi lehetőségeinket, az a felkészülés, az eszközök gyártása, az utazás, szállás. Tehát így is előfelé teljesítünk szerintem, úgyhogy meglátjuk. Ha lehetőségünk lesz rá, akkor mindenféleképpen rajtunk nem múlik. Igen, ugyanis az eszközeink is lehetővé teszik mert szabvány méretekkel rendelkeznek, úgyhogy lehet. Egyszerre talán 3 verset is meg tudom már lenni az olyan széles a repertoár, úgyhogy ezen nem múlik. Tehát mi állunk, minimális segítséggel is meg tudnánk rendezni, meg is szeretnénk. Igen. Hát akkor hajrá, reméljük, hogy akár így a televízión keresztül is látnak benneteket, és akkor felcsinál egy-két rendezvény szervezőnek a szeme, hogy hát talán ebben is érdemes gondolkodni. És mielőtt elköszönnénk, Dávid, kérlek, mutasd meg, hogy például ez az eszköz, az a aprócska 40 kilós kis eszközzel hogyan szoktatok gyakorolni? Ennek az a gyakorlatnak a lényege, hogy két kézzel fel lehet venni vára,
ez a nyugalmi pozíció ennek a gyakorlatnak, aztán a másik kézzel el kell engedni, és a bíró jelzésére egy kézzel a súlyt teljesen ki kell lökni, úgyhogy a kéz teljesen kiegyenesedjen. Most láthatjuk is Dávidtól mindjárt. Igen, majd meg kell tartani, és a bíró utasítására le lehet tenni a súlyt. Igazából ez a gyakorlatnak a lényege. Lehet maximum ismétlésre és csinálni, akkor általában egy kisebb súly van, tehát kb. 75 kg. És van max ismétléses is, amikor viszont a versenyző 10 kilónként próbál egyre-egyre feljebb menni. A világ legerősebb ember versenyen általában 100 kg az egykezes súly, és azt ismétlésre csinálják, és a világrekord az, ha mindig az, akkor egy pár kilóval 140 kg fölött már Dimitar Savatinov tartja, egy bolgár-amerikai versenyző, de igazából magasan a világ elitje fölött van ebbe rendkívül jó egykezes nyomó. Ez sem egy egyszerű feladat, azt gondolom, hogy ebből is gyakorolni, vagy ezzel is gyakorolni, már ez is kihívás, legalábbis számomra, és szerintem sok halandó ember számára, aki nem ezt a sportot űzi. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ahogy megbeszéltük, reméljük, hogy a szezon közepén újra be tudunk számolni hasonló eredményekről, és nagyon sok sikert kívánunk, akár a bothúzásban, akár az erős ember versenyekben. Köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.